Sziasztok, Isten hozott mindenkit Balázs világában, és ma ezt a 8800 GTS-t fogom bemutatni nektek. Igen, úgy szerettem volna, ugye, hogy a 88 GT-t fogom először, és a GTS másodszor, már csak a beérkezési sorrend miatt is. Viszont elkezdtem forgatni a 88 GT-ről az anyagot, és sajnos nem várt akadályba ütköztem. Hogy mi az? Nem árulom el, ettől csak sokkal izgalmasabb lesz a következő epizód. Úgyhogy bemelegítésnek a GTS-ről fogunk most egy pár szót ejteni, és őt teszteljük le először. Ugye a GTS az valamivel gyengébb a GT-től, viszont még mindig azt mondom, hogy szerintem egy decens retro kártya, szerintem van benne potenciál. Na most ez a kártya 320 megabájtos és ugyanennyi bites. Volt ennek 640 megás kiadása is, az nagyon jól jönne nekünk, ugyanis szerintem a GTA teszteknél a szűkös VRAM miatt igen csak akadni fognak a dolgok, de ki tudja, lehet, hogy megoldja az Nvidia optimalizálás. Úgyhogy ennek kíváncsian állok elébe. Nem volt még 320 megáshoz szerencsém, 640-eshez viszont igen. A GTS valójában a GT-nek az olcsóbb változata, 112 shader helyett mindössze 96 darab van benne, a memória vezérlő a 88 GT-n 256 bites, ezen 320, szóval ezen nem, hogy nem spóroltak, míg a 256 mellé oda tettek egy 64-est. Az órajeleit tekintve pedig kerek olyan 500 MHz, 510 MHz körül pörög a GPU, ugye a 88 GT-nek olyan 600 körül kéne lennie. Így vagy úgy, ez a kártya a 88 GT-nek a kisöccse, akárhonnan nézzük. És a második legkevesebb memóriával rendelkező 8800-as kártya. Ugyanis a 88 GT-ből volt 256 MB-os példány, az igazán költségcsökkentett favorit volt, hát lehet, hogy egyszer beesik az is. Úgyhogy ma 88 GTS, 320 MB és ugyanennyi bit. A kártyát szeretném megköszönni Bencének, aki ezt felajánlotta ajándékként a csatorna számára. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, igen nagyra értékelem nagy lelkűségedet. Szépen szét fogjuk szedni, de már előre látom, hogy itt egy, én ezt csak úgy hívom, hogy steril gézlap meg gipsz, tényleg egy ilyen nagyon ramagy hővezető megoldás. Ezekre nagyon vigyázni kell lesz, de biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk tudni oldani. Szépen meg lesz takarítva a mókuskerék, le lesz szedve róla a műanyagborda, ki lesz portalanítva. Kártyának minden csavarja megvan elől hátul, újra fogjuk pasztázni, értelem szerint. Pár igazán kellemes retro címmel készülök nektek, nem 3, 4, 5 cím lesz, hanem olyan szűk tízet ígérek. Remélem nem lesz egy rémálom szétszedni, összerakni emiatt a gipszes, steril gézlap miatt, erre tényleg nem tudok jobb szót, ez egy nagyon moslék megoldás, nem tudom, hogy miért nem lehetett gumgepp pedeket oda tenni. Rendben! Szépen álljunk neki, és mutatom az alkatrészeket, ha szétszedtem. Ennyi szépséghibája van a kártyának, bár ez szerintem senkit nem érdekel. Most pedig lássunk neki. Jesszus, Szent Kleofás! Ó, anyám borogas! Nem fogjuk tudni levenni a GPU-ról az aszborító sapkát, ahhoz szikével kéne megvágdosnom, azt viszont nem szeretném. Egyszerűen csak a pajzsot tudnánk levenni hátul a rögzítő csavarokkal. Hővezető paszta mennyiségével biztos vagyok benne, hogy semmilyen probléma nem volt, ezt könnyű lesz eltávolítani. A kártya ugye korának jellemző állapotban van. Tényleg egy kevéske por, hát ez most relatív soknak tűnik, de tekintve, hogy 11 éves a termék, abszolút nem vészes. És itt van a szokásos gézlap. És mutatom már is, hogy mi a legnagyobb baj, mert sajnos kettő is van belőle. Az egyik az az, kérlek szépen, hogy ugye masszívan ezek a gézlapocska-szerű valamik vannak mindenhol. Na most ugye ezt én gyönyörűen meg fogom oldani úgy, hogy minden a helyén maradjon, majd inkább így óvatosan leszedegetem róla a pordarabokat. Viszont ami nagyobb probléma, hogy ennek a résznek ugye, ami a tápellátó részegységen felelne az alkatrészek hűtéséért, ez meglehetősen rossz állapotban van. Megpróbálok nézni valami rossz kártyán, hát ha találok ide valami termál gap pedet, vagy legalább valami jobb minőségű ilyen ezt a gézlapot, nem tudom jobban hívni, hát ez tényleg egy nagyon rossz minőségű hővezető megoldás, én nem tudom, hogy ezt az Nvidia hogy merte alkalmazni annó. Továbbá, sajnos nem fogom tudni levenni róla a műanyag borítást sem, ugyanis kellemesen ide tették a matricát, és itt kéne benyúlnom csavarhúzóval, ami azt jelenti, hogy meg kéne feszegetnem ezt a részt. Nem fogom megtenni. Úgyhogy annyit fogok csinálni, hogy sűrített levegővel kifújatom majd a dolgokat. Nem egy olcsó megoldás, viszont jó. Ezt hallgassátok, múlt évben összeszámoltam, hogy mennyi pénzt költöttem sűrített levegőre és féktisztítóra restaurálás címszó alatt.
Elhiszitek, ha azt mondom, hogy 15 ezer forintba kerültek csak a tisztító eszközök? És ebben még nincsen benne az a néhány ecset, csavarhúzó, meg ami úgy néha szükséges. Hát brutális. Mindegy, szépen ki fogom tudni takarítani, és akkor megoldjuk ezt a dolgot. A legnagyobb probléma az, hogy a VRM-en szolgálatot teljesítő alkatrészek ugye nem kicsit melegednek, és muszáj hűteni őket, úgyhogy ezt a részt egyszerűen le fogom így kotorni róla, tényleg ez legalja mindennek, és ide muszáj leszek cserét keresni valamelyik donorkártyán. Remélem, hogy találok. Jó esély van rá, de az biztos, ami elmúlt. Sőt, néha még az se. Ezt sikerült kihozni a megtisztított kártyából. Én ehhez a gézes részhez egyszerűen nem is merek hozzányúlni. Félek, hogy már egyből szét fog foszlani. Iszonyatosan borzasztó rossz minőségű. Itt például a memóriához jobban ragadt, mint a hűtőbordához. Isten ments, hogy én ehhez hozzányúljak, ebbe tényleg inkább csak kárt lehet csinálni így. Minőségi csere nélkül, srácok, ez sajnos ilyen rizikós. Úgyhogy a kártya restaurálása a legjobb esetben is fél siker, viszont szerintem még ez is több, ami a legtöbb példányra vár a jövőben. Ennyit sikerült kihoznom kérlek szépen a hűtőbordás részből. Itt azért nincsen ez a gézlapos moslékság, mert itt sincsenek memóriák, ugye geometriailag odailleszkedne. Így tudtam kibekkelni a VRM hűtését. Az nem baj, hogyha nagyobb a lap, hála az égnek találtam egy olyan darabot, amit el tudtam vágni három fele. Szóval az nem baj, ha nagyobb, de az a lényeg, hogy legyen. Mert ha semmi nincs közte, nem merném elindítani úgy a kártyát. Félek, hogy nem FPS-t kapnák, hanem füstöt. És még ez a szürke se volt elég, még többet kellett kotorásznom az alkatrészek között, hogy találjak egy ilyen fehéret. Na ez viszont, bár koszos, igen, jó minőségű, ez még fel is ragad szépen. Ezeket pedig úgy rögzítem majd fel, mert mondjuk most az ujjamhoz is könnyen hozzá tapadnak. És be fogom hővezető pasztázni enyhén a bordát, majd ráhelyezem ezt így, hogy hozzáragadjon, amíg szakszerűen felhelyezzük majd. Hát ez nem lesz a legnagyobb hobbi restaurálás, viszont az élettartamának biztos vagyok benne, hogy jót fog tenni. Nem szép, de működik. Na, rakjuk össze, aztán már ideje lenne kipróbálni. Miután felvittem a hővezető pasztát is, úgyhogy nagyjából egyenletesen elterüljön, nem teljesen 100%-osan sík a felülete, itt-ott egy picikét lehet, hogy van benne egy kis hullámocska, de ezzel semmi baj nincsen, ez így tökéletes lesz, amikor a hűtőt ráhelyezzük és becsavarozzuk a csavarokat, a nyomás hatására ez szépen egyenletesen el fog terülni. Ugye, itt is szépen felrögzítettem mindent, most már nem esik le, nyugodtan össze lehet szerelni. Hölgyeim és uraim! Az elkészült kártya. Egy picit fényesebb lett, a mókuskerékben egy picit kevesebb a por, bár sokkal jobb lett volna teljesen szétszedni, de nem baj, így is bőven megfelelő lesz. Eddig se volt panasz az állapotára, tényleg igazából annyi, hogy egy kicsit fényesebb lett, de semmi extra. Látható, hogy próbáltam minél jobban ezt a gézlapos gipszes témát megőrizni, ez sikerült is. Egy picit kilóg ez a fehér, ez már rendes, ez a Thermal Gummi Gap Pad. Fogtam és egy ollóval elnyisszantottam azt a kis felesleget, ami ott van. De látható, hogy a többi résznél egyébként nem zavaróan lóg ki, vagy ilyesmi. Volt annyi hely a kártyán, hogy szépen elfért a maradék szürkés gap pad mindenhol. Ne felejtsétek el, mert én már hibáztam, vagy kétszer is életemben, hogy összeraktam a kártyát, és nem dugtam vissza a ventilátort. Ne kockáztassatok ilyenekkel, inkább ellenőrizzétek le kétszer. Better safe than sorry. Majdnem elfelejtettem megemlíteni, ugye a P45-ös platformba fogjuk helyezni ezt a videókártyát. Annó, mikor megjelent, Core 2 Duo E6700-al tesztelték, ami, ha jól emlékszem, 2,7 GHz körüli. Nekünk ugye egy 4 magos Xeonunk, valami alapból 2,5, alapfeszültségen pedig 3 GHz egy enyhe tuninggal, 4 GB DDR3 van benne a játékok, egy 640 GB-os szintén Western Digital Blue-ról futnak, viszont beleteszek még egy 500 GB-os Western Digital Blue-t, hogy erre csak a rögzítés menjen, így elkerüljük, hogy a HDD úgymond szarrá dolgozza magát. Nem hiszem, hogy lehozzuk a csillagokat az égről, vagy ez bármit meg fog váltani, viszont egy pár FPS pluszt biztos vagyok benne, hogy számítani fog ez is, hogy a rögzítés külön vinyóra megy. Proci erőnk lesz bőven, úgyhogy már csak a videókártyának kell bizonyítania. Tegyük be gépbe, és most már ideje elkezdeni a játékteszteket. A Crysis-szal fogunk kezdeni. Ezt eldöntöttem. Na hajrá!
Crysisból is a Warheadet választottam, ugye az első rész kiegészítője. Egyetlen egy dolog miatt, ugye a sima Crysis már inkább megint csak a szarjáték kategóriába fog átcsúszni, nem járta ki az idő próbáját. Mondok két bugot, ami nagyon eltántorít a játéktól, néha belelövök az ellenfélbe két tár lőszert, meg se kottyan neki. Továbbá, amikor vezetem a Humvee-t, néha átmegy az egész program egy űrszimulátorba, mert egyszerűen semmire csak úgy felszáll az egész. Mivel meglehetősen szűkös a videómemória keretünk, ezért kézzel állítottam be a beállításokat. 1280x720 pixel, amit itt látok, és átlagos, azaz konyha nyelven közepes részletességet választottam. Látható, hogy simán jól fut a játék egyébként, de ne felejtsük el, hogy a videórögzítés továbbra is erőforrásokat vesz el a géptől, viszont így is sokkal jobban lélegzik, úgymond, hiszen a második HDD-re csak a rögzítés megy, ezáltal amiről a játék fut, az most kevesebbet dolgozik, és szerintem nem is fekszi meg annyira a gyomrát ez a munkafolyamat. Elmondható szerintem, hogy a látott értékekhez nyugodtan hozzáadhatok egy olyan 5 FPS-t. Számomra kielégítő sebességgel fut a játék, viszont hogyha valaki FPS huszári és azt mondja, hogy neki ide feltétlenül kell a 60, az is simán elérhető lenne. Ha egy kicsit megcibálnánk a kártyát, akkor valószínű, hogy már alulról súrolnánk, de erre semmiképpen nem akarok sort keríteni, 11 éves a kártya, minél tovább szeretném életben tartani, és ne felejtsük el, hogy azért egy technológiai mérföldkő. Az Nvidia ezzel a szériával vezette be az egyesített shader architektúrát. Térjünk még vissza egy picit a sebesség kérdésére. Elérhető lenne a 60 FPS vagy a fölötti átlag is. Ha csökkentjük a felbontást, amit nem ajánlok egyébként, igen valószínű, viszont ha a részletességet lecsökkentenénk full minimumra, akkor viszont szerintem 100% hogy meg lenne. Viszont erre nem is vagyok kíváncsi, hiszen a Crysis minimum grafikán nem Crysis. Nem kapjuk meg azt a játékélményt, nem csak amit a fejlesztők kigondoltak, hanem amit maga az ember elképzel, amikor a Far Cry franchise-ból elindít egy címet. Nem minimumon játszunk vele, az nem fogja megmutatni se azt, hogy az engine mire képes, sem azt, hogy a technológia mire volt képes annó. Ugye ennek a játéknak a szellemi örököse a második rész lett, ami 2011-ben jelent meg. Itt szintén 1280x720 pixeles felbontást választottam, és itt High-nak hívják, ami nálunk konyha nyelven a LOV grafika lenne. Annak ellenére, hogy ez a cím is már 7 éves, szívdöglesztő a grafika. Tényleg, nagyon jól eltalálták, esztétikailag ott van a dolog, hangulatban, kiváló. Jó volt egy kis botrány abból, hogy itt például a föld alatt lererendeli a vizet ott is, ahol nem kéne. Ezáltal támadták a fejlesztőket, hogy van egy bizonyos mesterségesen hergelt gépigény. Hát nem mondanám azért, hogy annyira vészes, mert amit láthatjátok, megállapítható, hogy az a gép, amin a Warhead jól elfut, az a Crysis 2-t is jól el fogja vinni. Amit most láthattok, az pedig egy ikonikus jelenet, ami megmutatja, hogy a fejlesztők mennyire durván ki tudták dolgozni a város bizonyos részeit. Na most ez nem mindegyikre igaz, viszont ez különösen gyönyörű. Ez nem csak, hogy a mai napig megállja a helyét, de fel is veszi mindennel a versenyt. Erre jön rá még, hogy Hans Zimmer költötte a zenéket hozzá, és apám, még a sztori is egész elfogadható. Ha már volt Crysis, akkor viszont legyen Far Cry franchise is! Itt megint úgy döntött a program, hogy nem fog magától konfigurálni beállításokat, úgyhogy én állítottam be SAC-ra újfent, 1280x1024 pixeles a felbontás, a részletesség pedig high, azaz magason van. 60 FPS körüli átlag simán elérhető lenne, hogyha kicsit csökkentenénk a felbontást, ugye 720p-re, 1280x1024 pixel az több mint 1280x720 pixel, csak mondom. Továbbá, hogyha a részletességet is esetleg high-ról lecsökkentjük médiumra, akkor viszont egy orbitálisan jó 60 FPS plusz átlagú játékélményre számíthatunk. Jó ez a rész, de nem a kedvencem. Na, a 3 az már viszont igen, de ezt meg a videókártya nem szereti. 720 pixeles a felbontás, full lov a grafika, és láthatjátok, hogy küzdünk azért, hogy a 30 FPS-re egyáltalán alulról karcoljuk. Ami egyébként nagy átlagban megvan, viszont ez a kártya reakciója arra, amikor egy ilyen megterhelőbb jelenet van. Egyszerűen a szűkös VRAM-ból is kifutunk, és a GPU erő sem mondanám, hogy elég ide. Megkapjuk a 30 FPS körüli átlagot, de többet nem. 60-ról pedig álmodni se lehet. Ez a játék ezzel a kártyával legfeljebb abban az esetben működne, hogyha végképp nem tudjuk rátenni a kezünket másra. Mondjuk itt is Jason összefoglalta ezt az izafoglalatos, szerintem Atimac 64, ez még nem is videókártya, csak videóvezérlő. Ennek ellenére láthatjátok, hogy néha megütjük a 40-50 FPS körüli értékeket is, viszont sajnos nem tudom nyugodt szívvel ajánlani ezt a kártyát erre a játékra így. Szűkös videómemória, hamar elfogy, ráadásul a GPU erő sincsen annyira bőlére eresztve, hogy ebből tényleg játszható FPS-t tudjunk kihozni. Harc közben meg is látszik, azért a 30 FPS már elég kevés, hogyha egy intenzívebb akcióra kerül a sor.
Úgyhogy itt inkább csak azt állapítom meg, hogy bár a játék elindul a kártyán, futni semmiképpen nem fog, hát menni még csak-csak igen. Röviden elmondva, futottak még kategóriába sorolnám. Működhet a dolog, viszont itt tényleg nagyon le kell adni az elvárásokból. Dirt 3, hölgyeim és uraim, itt a játék bekonfigurálta saját magának a beállításokat, ezt direkt meg is mutattam most. 1680x1050 pixeles felbontás és médium részletesség. Elmondható, hogy ennek a játéknak eléggé mérsékelt az erőforrás igénye. Úgy gondolom, hogy rögzítés nélkül és egy picit alacsonyabb felbontással, úgyhogy a részletességből nem csökkentünk, mondom még egyszer, rögzítés nélkül, alacsonyabb felbontásban, megkapnánk a 60 FPS körüli átlagot. Ez egy kiváló játékélmény egy ilyen arcade rally játékhoz, szerintem bőven elég lesz. Jöhetett volna a Dirt 2 is elő egyébként, de látjátok, hogyha a harmadik rész így fut, akkor biztosan lehettek abban, hogy a kettővel sem lesz semmilyen probléma. Mondom még egyszer, nagyon szeretem ezt a két arcade rally játékot. A szememben a Colin McRae második részének a szellemi örökösei ezek a címek. Egyszerűen modern köntösben hozzák azt a játékélményt, amit én a Colin McRae 2-vel megéltem. Bár ez lehet, hogy egy picit így túl erős volt, ne felejtjétek el, hogy ez teljes mértékben az én szubjektív, azaz egyéni véleményem. Én így éltem meg a Colin McRae 2-t, és tényleg a Dirt 2-t és 3-at én annak a résznek a szellemi örökösének tartom. De is fecséreljük tovább az időt, látjátok, hogy jól megy a program. Jöjjön egy másik cím. Amit itt kapunk, az szintén 1280x720 pixeles felbontás és médium részletesség. Láthatjátok, hogy tényleg, ha a Dirt 3 kíméletesen bánt a géppel, akkor ez mondhatni még simogatja is jóformán, hiszen rögzítéssel is gyakran megvan a 60 FPS fölötti kiírt érték, és a játékélményre sem lehet panasz. GTS-en grid kettőzni minden gond nélkül lehet. Nem is fecsérelnék erre se több szót. Jöjjön a következő. Ha már autós játékoknál tartunk, akkor szeretném megemlíteni a Carbont is, hiszen egy évvel a kártya megjelenése előtt került a piacra, korának 4K felbontása, azaz 1600x1200 pixel, továbbá high részletesség, azaz magas beállításokkal megy. Nem használja ki a kártya összes erőforrását így sem, úgyhogy ezt tényleg csak azt mondom, hogy érdekességből tettem bele. Nézzük meg egy picit, ahogy összefűzögetem a drift szálakat, aztán jön a következő cím. Half-Life 2, Epizód 2. Hölgyeim és uraim, Full HD, 1080p felbontás, minden a maximumon, egyedül az élsimítás nincs bekapcsolva. Így se hajtja ki teljesen a kártyát. Az első olyan Half-Life 2 bemutató a csatornán, azt hiszem, ahol nincs driver hiba. Megvan a 60 FPS körüli sebesség, pláne mondom, rögzítés nélkül simán. Úgyhogy ez nem is fűznék hozzá semmit. Egy pár percig nézzük, ahogy gyorsan kinyírom a két Ant Lion King-et, aztán jöhet a következő cím is. A Borderlands első részét látjátok itt a továbbiakban, 1280x1024 pixeles felbontásban, a részletesség pedig minden maximumra van állítva és bekapcsolva, kivéve az élsimítást. A kártya bőven képes lenne egyébként több FPS-t is kipumpálni magából, egyszerűen a dinamikus árnyékokat, ambient occlusion-t és egy pár olyan dolgot, ami a megvilágítással kapcsolatos, erről majd talán csinálok egyszer egy videót. Ha egyszerűen kikapcsolnánk és a felbontást visszavennénk 1280x720 pixel, szóval sima 720p felbontásra, biztos vagyok benne, hogy egy nagyon kellemes 60 FPS átlag játékélménnyel ajándékozna meg minket.
Megint csak azt kell mondjam, ízlések és pofonok. Rögzíthettem volna 720p-ben is, viszont úgy gondoltam, hogy így jobb minőségű videót kapunk majd. Jön egy nagy érdekesség, legalábbis számomra az, a Prototype első része. Az optimalizálatlanság mintapéldája, hát ehhez képest még a GTA 4 is jobban van optimalizálva. Ennek a játéknak a gépigénye a minimum, a zéró körül van, hát egy egymagos Athlon 64 képes elfuttatni. Mondd meg nekem, amikor, hogy van itt 80% feletti processzor használat, meg a videókártya is ott van? Még a grafika se indokolja, eszméletlen primitív, és mondom még egyszer, hogy ez egy konzol átirat. Viszont a játékélménnyel teljesen meg vagyok elégedve, nekem tetszik, a sztori egy nagy klisé halmaz, de az akciók azok tényleg ott vannak. Itt tényleg lehet pusztítani mindent, ahogy kell, egy kis Just Cause utánérzés is, mintha lenne benne. De ezt tényleg csak érdekességképpen említettem meg. Jó cím, le lehet ülni, kockulni hozzá. Amit ott látok, kihasználtsági értékek, azok ne tévesszenek meg, egy sokkal primitívebb számítógépen is simán el fog futni 30 FPS-sel. Metro 2033 Redux. Úristen, ha beltéren vagy, a kártya képes még nagyjából elfogadható FPS-t felhozni. Le a kalappal! Viszont amint kiérsz a felszínre, bedroppol 20 alá, és ott így vége a játéknak. A beállítások 720p felbontás, és minden lovon van. Ez a játék. Stílusban annyira ott van, annyira összeszedett, annyira felépített a játéknak az image-je, hogy csak ajánlani tudom, minden centet megér. Ráadásul most jön az új Exodus is, alig várom, hogy kijöjjön. Metróban én még nem csalódtam. Mindegyik része, hát kettő van eddig, ugye most jön a három, majd az lesz az Exodus. Eszméletlen jó. A sztori komplex, fordulatos, a Half-Life univerzumához tudnám hasonlítani összetettség szempontjából. Csak és csak is ajánlani tudom ezt a játékot. Ha esetleg eddig kimaradt volna, feltétlenül pótolt be. Mai szemmel nézve nem nagy a gépigénye, viszont a játékélmény, amit nyújt, egyszerűen fantasztikus. Csak szuper relativuszokban tudok beszélni erről a programról. Minden komplex, felépített, polírozott, a helyén van. Jó, nyilván halljátok a hangom, hogy totálisan elfogult vagyok a játékkal szemben. Igen, az vagyok. Nem csak én vettem meg a játékot, hanem ő is engem, de kilóra. Wow, na, mielőtt tényleg átmegyek nagyon szentimentálisba, fejezzük be ezt a részt, térjünk át a következő címre. Természetesen a GTA 4-et is bevettem a tesztek közé, hiszen milyen teszt, ahol az nem szerepel. És láthatjátok, hogy rajta hagytam ezt a kiváló END modot is, hadd szokja a kártya. 1024x768 pixeles a felbontás, szóval eddig ez a legalacsonyabb, a beállítások pedig médiumon vannak, és rögzítés nélkül talán így képes hozni egy 25 FPS-es átlagot. Grafikai moddolás nélkül nagyjából a teljesítmény másfélszeresét kapjuk, ami már helyel közel elég lehet a folyamatos játékmenethez, viszont ha GTA 4-ről van szó, ide mindenképpen, ahogy a Metrónál is érdemes lenne a több memóriával szerelt példánnyal próbálkozni, vagy egy rendes GT-vel. Lassan el kell, hogy búcsúzzak, srácok, a GTA 5-öt betettem a videó végére, nem mindenki jut el idáig, viszont aki igen, annak most ez vagy egy horror élmény, vagy az, hogy belelát, hogy milyen durva, hogy még így is képes egy picit megmozgatni a GTS, a GTA 5-öt. Egyértelmű egyébként, hogy a nagyon kevés a 4 GB fizikai RAM, és totálisan, ahogy elfogy és akad egyet a játék, ott leesik a GPU-nak is a kihasználtsága, így az nem tudja teljesen kifutni magát. Más youtuberek videóiban láttam, hogy egyébként egy 25-30 FPS-re képes lenne a kártya, de így, hogy nem áll elég fizikai RAM a számítógépben rendelkezésre, sajnos nem tudtuk kipróbálni. Ez túlzás is, de inkább azt mondom, hogy érdekesség. A kártyát nagyon ajánlom egyébként retro célú felhasználásra, kiváló élmény volt az első perctől az utolsóig számomra a használata. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót is. Sziasztok!